A könyvtárak jelentik a kis településeken az egyetlen olyan közösségi teret, amelyek heti rendszerességgel nyitva vannak, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek hozzájussanak információkhoz, könyvekhez, tudáshoz. Emellett ezek a közösségi terek alkalmasak arra is, hogy helyet adjanak tanfolyamoknak, közösségi rendezvényeknek. A könyvtárak szerepe átalakult, és különösen igaz ez a kis településeken. Ma már sokkal inkább közösségi térként funkcionálnak, mint kizárólag a könyvek kölcsönző helyeként. Gyakorlatilag egy kicsit betöltik azt a szerepet, amit annó a művelődési házak töltöttek be. Most a művelődési házak újra szerveződnek, és lesznek közösségi terek, de úgy gondoljuk, hogy ezek a terek, amik már léteznek, most, mint könyvtári szolgáltató hely, a pontos elnevezésük könyvtári információs és közösségi hely. Ez már jelzi azt, hogy itt már nem csak egy hagyományos kölcsönkönyvtárról van szó, ahonnan könyveket kölcsönözhetnek az emberek, hanem szervezik tulajdonképpen a közösségi életet is a településen, illetve az internet lehetőségével a távmunkától kezdve a tanfolyamokon át a munkaügyi központokkal való kapcsolattartás, a kormányablak, ugye, ahon ügyeket lehet intézni az interneten, ez mind itt adott, és lehetőség van rá a könyvtárakban. Ahol hagyományosan jól működtek a kölcsönkönyvtárak, majd rátelepedtek a teleházak annak idején, aztán az e-Magyarország pontok. Ott nyilván jobban működik. Jobban működik ott, ahol a településnek lehetősége van arra, hogy főfoglalkozású könyvtáros tartson. Nem minden esetben a nagy települések, nagyobb településeken van, ahol az egész kicsin is van egy ilyen főfoglalkozású ember, aki nyilván a könyvtár mellett a falu közösségi életét is szervezi. Sajnos úgy mondhatnám, hogy olyan 60%-ban megbízási szerződésesek dolgoznak a könyvtárakban heti 10-15 órában. Nagyon sok volt a kulturális közfoglalkoztatott köztük, akik rendszeresen cserélődtek, hiszen ez a közfoglalkoztatási bér azért nem ad lehetőséget a megélhetésre, semminél több, de a megélhetéshez kevés. Illetve megbízási szerződése az önkormányzat részéről. Most itt nagyon nagy a fluktuáció. Tehát mire valaki belejönne, elmegy. Tehát itt nagyon nagy szükség van a szakmai segítségre, úgymond. Csikos Töttösön minden nemzedék számára célzottan vannak programjai a helyi könyvtárnak. A mi településünkön helyi alsó tagozatos iskola működik, és a gyermekek részére könyvtár használati ismereti órákat szoktunk szervezni. Erre különböző előadókat is szoktunk hívni, megismertetjük a könyvtár rendszerével az iskolásokat, különböző könyveket ajánlunk, mesesarkunk van, különböző felolvasásokat tartunk, nekik kedvenc meséket választhatnak, és ezek közül utána felolvassuk, és készítenek rajzokat, amik utána kihelyezzük itt a könyvtárban egy kis bemutatóval. Talán még a mai gyerekek számára, hogyha elővesszük a könyveket, hogy megfoghatják, lapozhatják a leporellós könyvek, hogy egy kicsit kinyithatják, természetközeli könyveink is vannak, és ezáltal talán a gyerekek egy kicsit jobban előveszik ezeket a könyveket. Azokat, akiknek a könyvtár a kölcsönző helyet jelentette, ma nagyon nehéz behozni, mondja Bíró Kelő Roxana. Folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy éppen mik az aktuális új irodalmi témák, amikkel őket be tudjuk vonni. A könyvtárközi kölcsönzést tudják használni, és ezáltal, ha éppen jelenleg nálunk nincs egy könyv, akkor azt a fellelhető többi könyvtárból megpróbáljuk idehozni. Nagyon sokszor beszélgetni jönnek be. Főleg az idősebb korosztály, a nyugdíjasok, akik bejönnek, elolvassák a folyóiratokat, mellette beszélgetnek, recepteket cserélnek, és ezáltal egy kicsit élettel telép talán a
közösségi könyvtár, a községi könyvtár. Egy kis könyvolvasás, egy kis vers olvasás, felolvasás egymásnak, de nyilván bővíteni kell. Egy kis településen a könyvtárnak kell, hogy más funkciója is legyen, más funkciót is betöltsön. Nyilván ide jönnek beszélgetni, jól érezni magukat.